I have the quote, one of the sections from the teacher's manual in my mind. Should healing be repeated? Hogyha a gyógyulást meg kell ismételni. And he says, certainly not. Meg kell ismételni a gyógyulást, a gyógyítást, és a válasz az az, hogy nem. Because once a gift is given, mert hogyha egy ajándékot átadunk, it's just really waiting to be accepted. Az csak arra vár, hogy befogadásra kerüljön. So where is the idea of repeating? Why would you need to repeat a gift? Vagy akkor miért kéne megismételni az ajándék átadását? Like even a message. Vagy akár egy üzenetet. But the thing is, if you believe, if the mind believes that the message is for someone else. De hogyha azt gondolja az elme, hogy ez az üzenet valaki más számára van. Then it hasn't really been accepted for you. Akkor te magad még nem fogadtad be teljesen. I'm thinking of Joan of Arc. Do you know Joan of Arc in France? A Jean d'Arc, a Francie. Yeah. She early on in her journey started receiving all these messages from God. De Jean d'Arc az útja elején nagyon sok üzenetet kapott Istentől. There's a scene in one of the movies recently. És a filmben, az egyik filmben van egy jelenet. Where she keeps hearing this message and she delivers it to these five warriors. Folyamatosan hall egy üzenetet ebben a jelenetben, és öt harcosnak akarja őket átadni. And they don't listen because she's a girl. És ők nem hallgatnak rá, mert ugye egy nőről van szó. What do you know about war and guidance and strategy? És azt kezdik tőle, hogy te azt mit tudsz te a háborúról, a stratégiáról, vagy egyáltalán vezetésről. And she's like, God is beating on my head like a drum. És ő azt mondja, hogy Isten úgy verje a fejemet, mint egy dobb lenne. Why won't you accept this gift? Miért nem fogadjátok el ezt az ajándékot? This is like pounding and pounding and pounding, like they're idiots, you know? És ez így üti őt belülről, mintha ők idióták lennének. And the whole point of the movie, és az egész filmnek a lényeg az, was for her to see that it was always for her. Hogy ezt látni kellett, hogy ez mindig a számára volt. Like there's a scene, there's a clip at the end of the movie. When I get out of the film, maybe. When she's all alone in this prison cell. And she's visited by the Holy Spirit. And she says, why have you left me alone? I've done everything you've asked. I followed all your guidance. Remember the sword? Remember the sword that dropped down from the sky, she says? And the Holy Spirit is like, the sword that dropped down from the sky? Of all the possible places that that sword could have come from, a man who dropped it on his horse. A guy who just died and left his sword in the field. You think I gave you that sword from the sky? And told you to be a warrior? And it was really a scene of everything cracking in her mind. That it was never about the specific guidance to do this or do that. She had to come. She had to come into a full acceptance. That it was never about the specific words. Hogy sosem a konkrét szavakról van szó. Or the message. Vagy az üzenetről. Or specific gifts. Vagy konkrét ajándékokról. But it was that the Holy Spirit loved her. Hanem az, hogy a Szentlélek szeretne őt. It was like when Helen Schuckman spent 7 years transcribing the Course in Miracles. Amikor 7 éven át készült a csodák tanításának a lehozata.
aztán milyen az keresztény Jézus, hogy milyen volt ez az egész. Like 7 years of you telling me what to do. Két éve hát mondtad, hogy mit csináljak. Why? Miért? Control their mind. And he just said, just want to use it. Basically, I don't care about the course. I did all of this because I love you. So the whole course in miracles wasn't for all of us to study. It was for Jesus to have a relationship with Helen. And therefore us. But we take the book so seriously. And it's just a love letter. From Jesus to Helen to us. It just shows it's not personal. Like the love between them is the love between us. That's why everything that is worth keeping, is to be shared. The only thing that's real is what can be shared. Az egyetlen valós dolog az az, hogy az, amit meg lehet osztani. That's why money is nothing. Ezért van szép pénz, ez igazából semmi. Because you can't really share it. Mert igazából nem tudod megosztani. I mean, you can give it away. Persze, el tudod adni a pénzt. But then it looks like you have less. És akkor úgy tűnik, hogy neked kevesebb van. Which is why everybody keeps it. Ezért tartja meg mindenki. Even if you subscribe to the idea that if I give it away, I make room for more. It's still like a spiritual idea that is based on time. I give and then I get. Én adok, és akkor remélem, hogy hamarabb kapni is. So we're talking about a sharing that's instantaneous. Tehát egy ilyen megosztásról akarunk beszélni, vagy arról van szó, ami abban a pillanatban lehetséges. Because if you literally gave away 10, whatever you call your currency. Forint. Tehát, hogy kiadnánk ezeket a 10 forintot. In that instant, your other hand was filled instantly. You would learn pretty quickly to keep that flow going. So that's why love is the only thing that works. Because you see when you give the miracle or love. It's for you. You're instantly filled. It's a good teacher. Yeah. And it's getting without a distance. Because if we are concerned about what happens after we have given the gift, mert hogyha azzal foglalkozunk, hogy mi történik akkor, amikor odaadjuk az ajándékot. Then it's like looking to the world then for some kind of acknowledgement or gratitude, as if it's for an external world. Akkor kifelé nézünk a külső világba elismerésért, vagy cserébe háláért, és akkor ez úgy tűnhet, mint az egész ajándékot a külső világnak adnánk. And the identification has shifted from just the receiving and giving. És az azonosulás átváltott a befogadástól és az adástól to giving and looking to get. Abba, hogy adunk, és utána csekkoljuk, hogy kapunk vissza. Even the smallest wanting to get a smile or a thank you. Még a legapróbb elvárás, hogy egy
köszönetet, egy mosolyt kapjunk valami cserében. To see that my gift is being received. Vagy akár megnézegetjük, hogy most kerül a fogadásra került az ajándékunk. That my thinks it's the gift has come from that self. Akkor az elme azt gondolja, hogy az ajándék attól, az intől, egyéntől származik. So I've forgotten who I am again. Tehát elfelejtettem, hogy ki vagyok valójában.